A Vogja együttes képviseletében a stúdióban köszönhetjük Földesi Jánost. Jó estét kívánok! Köszönjük, hogy ezen a késői órán is elfogadtad még a meghívásunkat és bejöttél a stúdióba. És itt ül a General Harmony képviseletében Fejér László. Jó estét! Jó estét, illetve jó reggelt! Most már lassan, igen. Ezek szerint mi voltunk a paródia célpontja. Hogy tetszett a paródia? Meg kell mondjam, elgondolkodtam a kompozíció alatt, hogy ha tagcserére kerülök, akkor semmiképp nem közülük választunk. Köszönjük szépen! Ez az elismerés. Szinte napon van. János, hogyan készültetek ti erre a klipre? Nagyon röviden erről. Nem sokat készültünk rá, mint haladszik a produkción. Kiválasztottuk ezt a darabot, valamikor még hallottuk ezt tőlük régen, a kezdeti időkben. Most már nem tudnánk őket utánozni egyetlen számban sem. Az új CD-jük és kazettájuk nagyon kitűnő. Tehát végighallgattam, de sajnos nem tudtuk ezt az egy számot választottuk. Mi arra kértünk téged, hogy szilveszterrel kapcsolatos babonákkal, köszöntőkkel is lepjél meg itt bennünket. Szeretnénk most tőled egy köszöntőt hallani, hogyha lehetséges. Igen, megtaláltam egy nagyon régi lejegyzését a szilveszteri szokásoknak, és ezt a Laci barátomnak szánom különösen. Azt mondja, hogy az esztendőnek legelső napja ez, melyet a római pogányok sokféle vígasságokkal, áldozatokkal, egymásnak köszöntésével, ajándékokkal, vendégeskedésekkel, táncokkal, oktalan állatoknak bőrébe való öltözködéssel, férfiaknak asszonyok, asszonyoknak férfiak köntösébe való járásában, és még sok fertelmes vétekben is töltöttek el. Hát ez a fertelmes vétek volt körülbelül. Igen, János, azt hiszem, hogy ragaszkodtatok a hagyományhoz a klip alapján. Megtaláltam az első köszöntőt is, amire kérdeztél. Igen. Ez 1574-ből való. Békesség, boldogság, bor, búza, gazdagság. Házasokat újítsál, Isten ellenségtől, gyülevész gaznéptől marháidat megtartsa. Igazán. Tehát ez egy ilyen régi. Mindannyiunknak kívánhatunk a zsorjunkat. Néhány babonát, ha elmondanál, annak is nagyon örülnék. Egyet-kettőt csak a sok közül, bizonyára sok kapcsolódik, ja, hát a szilveszterhez. Ilyen hiedelmek, ugye tudjuk, hogy a szilveszter, vagy hát az új év napja, az jóslási nap. Igen. A névszokásokban. Hát ilyenek hirtelen, ami eszembe jut, például van egy babona, hogy szárnyasokat ne együnk, mert a szárnyasok elkaparják hátrafelé a szerencsét, hanem együnk malacot, vagy disznóból készült ételeket, mert azok ugye hazatúrják az orzokat. Én egy nagyon érdekes dolgot hallottam ma reggel a rádióban. Számomra érdekes, mert én nem tudtam erről a népszokásról, mint aztán kiderült, hogy lencsét kell tenni az újévi asztalra például. Tehát lencsét tálalnak fel újévkor. Én erről őszintén szóval nem tudtam. Hát igen, a lencse az nyilvánvaló, hogy mit jelent. Igen. Kontaktlencse is lehet. Az is lehet, igen. Hát ízlés szerint tálalva. Nem biztos, hogy mindenkinek ízlene. Kontaktlencse. Aztán az új év első napján, amit csinálsz, ugye, az egész évre vonatkozik, ez is egyfajta. Tehát nem szabad varni, mert akkor a házi azt mondja, hogy elvarja a szerencséjét. Ez is egy hihetetlen, ami most hirtelen itt eszembe jut. És így új évtáján, szilveszter előtt, én hadd kérdezzem meg, hogy szoktál-e szilveszteri fogadalmat tenni? Szoktam. Betartod? Soha nem tartom. László? Hasonló módon, amivel nem tartanám be, nem is kísérletezem vele. Ez egy jó tanács. Soha ne fogadd meg, úgyse tartod be. János, mi elárultad nekünk néhány perccel ezelőtt, hogy valamilyen meglepetéssel is készültél. Mi sem tudjuk, hogy mi lesz, tehát akkor itt az idő. Bizony, barátom, egy reggeli műsorban hallottam, hogy milyen szépen énekled a kis karácsony. Jaj, karácsony. Most egy köszöntőt fogunk elmondani, vagyis elénekelni közösen, ami a Serkeny fel nótájára. Igen, Gyöngyi, figyelj, te is segíts. Közösen a Laci barátom. László, légy szíves, megadom a hangot. Jaj, köszönöm. Ezzel kívánunk a zenekar nevében is kellemes és boldog új évet. A madó esztendő immár elrepül-e, emez új esztendő,
ismét visszajöve, Istentől kívánom, éltessen sokáig az emberi nemzet leghosszabb koráig. Adjon az Isten bort, búzát, baratot, tarkafarkú malacot, szekerünknek kereket, csutoránknak feneket, abból ígyunk eleget ebben az új esztendőben. Isten éltesse mindenkit! Köszönjük szépen! Nem értéked az előbbi énekszót, ha figyeltél ránk közben. Ne legyél nagyon kritikusak! Egy kicsit az zengés hiányzott belőle. A templomi zengés, de találtam itt egy nagyon jó kis mikrofont, itt az azt egyből kiszúrtam. Ezt mi nagyon jól tudnánk alkalmazni, mert egyrészt esztétikus. Rendkívül. Igen, másrészt pedig egyben van építve a zengéssel. Hallottad? Szép volt. Engem leginkább egy pajdlaltos zöldsére és egy pajdlalt gombot. Remélem, hogy az... Nem hiszem. Engedd meg, hogy a zenekar nevében szeretettel átnyújtsam a kazettánkat. Hallgassátok szeretettel. Pont ilyen van nekünk is, csak nem ez valami. Boldog életem neked is. Ismét egy bejátszás következik, és talán már nem lesz meglepetés, most a General Harmonit hallhatjuk, illetve hallhatják a nézők, amit éppen Bogiául játszik. Vagy mint megtudtuk a bejátszás előtt a fiúktól, hogy Bogia-szerűséget játszik. Egy kis hungareszka táncegyüttes is van bent, de csak azért mondom, a hátam nem lesz felismerhető. Szerintem bizonyára az lesz. Nézzük. Nézzük a bejátszást. Inkább nehezebben készültünk fel rá, nagyon kevés időnk volt, de hát azért úgy nézem, hogy itt a stúdióban elég szépen összerakták a dolgokat. Lehetséges, hogy a General Harmony stílust vált? Műfajt. Vagy műfajt vált? Mi egyfolytában stílusokat váltogattunk, tehát ez nem lenne újdonság. Talán ez egy kicsit meredek volt most itt. Nem, nagyon jó volt. Én János, hogyan értékeled? Szuper, kiváló. Nem, el kellene gondolkodni, hogy komolyan is egy harmóniákat megcsinálni szépen egy népdalnál, hogyha... Nem de nagyon. Főleg a bőgős tettek, kiváló volt. Röviden arról beszélnétek, hogy milyen terveitek vannak 96-ra. László.
Most még nekünk az együttesnek tart a 95-ös év, ugyanis még holnap, ha Isten és a Hóvás is úgy engedi, akkor Budapesten az Opera Gálán fogunk közreműködni. Aztán 96-ban pedig tulajdonképpen folytatjuk a tevékenykedésünket. Még előre nem tudni, hogy mik lesznek azok a főbb támpontok. Talán egy év múlva ezt visszamenőleg majd értékelni tudjuk. Szabadon fogunk, és egy év múlva is. Szeretettel várunk a stúdióba. Köszönöm. János. Szabogi együttes tervei. Nekünk három külföldi útunk van. Március, április, májusban Franciaországban, Strasbourg. Van márciusban, áprilisban Lille, és májusban pedig Jura. Szentpap környék, ez a három meghívásunk van eddig külföldre. És természetesen kísérjük a táncosokat, úgy ahogyan szoktuk. Köszönjük szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Kívánunk mindenkinek sikerekben gazdag, boldog új esztendőt, ezekhez a szép tervekhez pedig megvalósulást. Köszönjük szépen. Én is azt kívánom. És néhány percig még maradjatok velünk. Az előbb említetted, János, hogy kíséritek az Ungareszka tánc együttest. Most az Ungareszka együttes 40 éves jubileumi műsorából következik egy rövid részlet, hogy miért, rövidesen az is kiderül.